mit óhajt? Cézárral szeretnék beszélni. Itt nem lakik semmiféle Cézár. Tudom, hogy itt van. A portás adta meg a lakásnak a számát. Maga kicsoda? Én az ő szegény nyomorék hugocskája vagyok. Hát vaknak vak, az biztos. Itt van ez a levél, adja át neki. Hogy hol és mikor, az benne van. Holnap után lesz a napja. Ha nem jön el, megyek egyenest a rendőrségre. Úgy látom, ez a talizmán a helyet, hogy szerencsét hozna, bajt hoz ránk. Dona Branca Ramos Guimarães szenátor jelölt közölte, hogy névtelen fenyegető telefonhívásokat kap a nappal és az éjszaka legkülönbözőbb óráiban. Dr. Massieira ígéretet tett, hogy kivizsgálja, honnan származnak a hívások, és ismét leszögezte, hogy fáradhatatlanul tovább fog küzdeni a törvénysértők ellen. Ez volt az. Na, mi van? Köpött már? Nem. Nagyon vastag bőre van a nyomorultnak. Ez olyan akár a krokodil. Krokodil? Az a 15-ös. Mutasd be nekem a fickót. Na. Hé, idesüss. Ez itt a parancsnok, nézd csak. Ő az, aki fenntartja a rendet a Lutri világában, érted? Ő a mi rendőrségünk. Tudod, ez piacskám, hogy én híres énektanár vagyok. Én mindenkit meg tudok énekeltetni, ha? Ki fogom taposni a beledet? A francba! Nézzétek! A mocskos disznó telefröcskölte a ruhámat vérrel! Rohadtad! Beszéljen! Gabriel! Gabriel, kicsikém! A testvéremet gyilkoljátok! Vadállatok! Most majd minden rendben, meglátod. Én fogom gondodat viselni. Mi volt ez, Grassinia? Gabriel a testvérem. Legjobb, ha ti most elmentek. Hagyjatok magamra Grassinával. Mindennek a török volt az oka. Az a nyomorult. Miért törtél be hozzám? Mert ezzel bízott meg a török. Én végrehajtom, amivel megbíznak. Mától kezdve nekem dolgozol. Viseld gondját, Grassinia. Köszönöm, Dona Vilma. Mindig is ezzel az elnöki székkel álmodtál, igaz? Elena, légy igazságos. Apád elnyerte ezt a széket, és tekintélyt szerzett neki. Most pedig Dona Branca... Nagyon szigorú vagy vele, Cézár. Te is láttad azt a cirkuszt a bíróságon. Nem is cirkusz, hanem valóságos opera volt. Az a kretén Massieira meg duettet énekelt vele. Képzeld csak, veled álmodtam. Olyan nagy füst volt, és egyszer csak lövést hallottam. Öngyilkos nem leszek, megnyugtatlak. De az biztos, hogy jó páran szeretnének kinyúlva látni. Solange is gyűlöl téged, de azt hiszem, puszta féltékenységből. Na és mondtad neki, hogy össze akarunk házasodni? Azt hittem, már elálltál ettől a tervettől. Időtlen idők óta nem voltál nálunk.
Nekem kellett ide jönnöm utána. Elena, hogy együtt maradunk-e vagy sem, az csak rajtad múlik. Az ellenségem akar lenni? Biztos vagyok benne, hogy magát láttam aznap délután. Nem veszi észre, milyen helyzetben vagyunk mi ketten ebben a családban. Magában nincs semmi ambíció. Meddig akar még Ruth kiskacsa maradni ebben a baromfi udvarban? Ez nincs joga, César. Magának meg ahhoz nincs joga, hogy üldözzen engem. Szeretnék egyességre jutni magával. Megölte a bácsikámat, igaz? Maga azt mondja, hogy látta. Akkor meg minek kérdezi folyton? Hát ez őrület, César. Hát akkor mondok magának valamit. Igen, megöltem az öreget. És szívbaj nélkül megtenném még egyszer. Bárkit elteszek láb alól, aki az utamba áll. Hova akar vinni? Sétakocsikázunk, Solange. Mindig is szeretett volna kocsikázni vele. Talán nem így van? Aztán valami meghitt sötét zugban megpihenni. Egymáshoz dörgölözni egy kicsit. Talán nem erre vágyik? Állítsa meg a kocsit, kérem, állítsa meg! Azt hiszed, nem tudom, hogy minden éjszaka maszturbálsz a szobádban? He? Kiugrom, ha nem áll meg! Álljon meg, vagy ugorj kiugrom! Ugorj csak, ugorj! Álljon meg, azonnal álljon meg! Ugorj csak! Álljon meg, nem hallja! Ugorj ki rajta! Félek magától, César, ne tegye! Még hogy tőlem félsz egy fenét! Saját magadtól félsz, ha tudni akarod! A saját őrültségettől, a halucinációitól! Paranoiás vagy, és ezt mindenki tudja körülötted! Álljon meg, vagy kiugrom! Ugrassz a nyavaját! Még ehhez sincs bátorságot! Félted azt a nyomorult kis élet? Álljon meg! Álljon meg! Azonnal álljon meg! Elegem van! Az őrületbe akar kergetni! Téged már nehezebb! Azt akarja, hogy megőrülj! Paranoiás vagy, fuvar! Hagyja, apa! Ne mondja nekem ezt többet, hagy! Gabriel, gyere velem! A védőszentünk oltalmába ajánljuk magunkat. Anyánk tanított arra, hogy ez megvéd a bajt. Igen, aztán felfordult, mint egy kutya. Ő sohasem magának kérte, mindig nekünk. És azt hiszem, meg is hallgatta a szemét. Most mind nevetsz. Igaz, hogy Kanedu nős, de a valódi felesége akkor is én vagyok. És el fog venni egyszer feleségül? Az nem fontos. Nekem ő kell, neki meg én kellek. Légy jó testvér. Olyan hosszú időn át haragudtál rám. Tegyük meg most együtt ezt a fogadalmat. Szent György még sohasem hagyott cserben. Ő mentette meg az életedet. És ő hozott össze bennünket. Nem ő, hanem a te hited. Szent György, vagyis Ogum, a csaták szentje. Aki meghallgatja a kéréseinket. Aki megvédi az életedet. Meg az én emberem életét. Dr. Kanedu, egy újságíró barátom, Rodrigo Monteiro. Én csak magát hívtam, César. Kísérő nélkül. Küldj el az urat az asztalomtól. Rodrigo, ülj le egy kis időre ahhoz az asztalhoz. Hülyének néz maga engem. Nem két napja ismerjük egymást. Csak nem hozok ide egy ellenséget, ő a szövetségesünk. Én már megegyeztem vele, nem ad több helyet Massieirának az újságjában. A feleségem meghalt, César. Gondolhatja barátom, hogy Dona Branca kijelentései mennyire megfeküdték a gyomromat. Hé, van még az Dona Brancának soha nem lett volna szabad a szenátor helyére pályáznia. Nos, meg kell mondanom magának valamit. Másik bankot fogok keresni magamnak. Nem kérek, csak egy pohár sört. Abban az asszonyban nem bízom egy szikrányit sem. Ide hallgasson, Kanedu, elveszem Elénát feleségül, és egyszer s mind átveszem a bank vezetését. Én mindig becsben tartottam a régi szövetségeseket. Így már egészen más a helyzet. Magában megbízom. Végül is mindig maga intézte a bank ügyeinket, nem igaz? Számíthat rám. Na és a törökkel hogy áll a helyzet, Kanedu? Nos,
Már-már azon voltam, hogy végzek vele. De aztán jobb ötletem támadt. Végezzen inkább ő saját magával. Egyezkedni akart velem, úgyhogy elküldtem hozzá tárgyalni Elinyút és Wilsont. Előbb-utóbb biztosan megkeres engem. Mindent úgy teszek majd, ahogyan ön tanácsolja. A régi szövetségünkre, Kanédu. Na és ezt az újságírót minek hozta ide Cézár? Ő lesz a mi jelöltünk a szenátusba. Dona Brancát egyszerűen le kell söpörnünk a színről, Kanédu. Álljon meg a menet. Magának elment a józan esze. Majd meglátja, hogy nem. Vállalom érte a felelősséget. Nem a levegőbe beszélek. Ha az anyagot, ami nála van, nyilvánosságra hozza, egyszer s mindenkorra végez Massieirával. Rodrigo, hozd ide a fotókat. Csak pillancson bele ezekbe a fotókba. Teljes nyugalommal gratulálhat eljövendő szenátorunknak. Hey, az anyád.